Az európai politikának sokkal keményebben kellett volna és kellene reagálni a terrorcselekményekre, jelentette ki Nógrádi György. A biztonságpolitikai szakértő úgy fogalmazott, mivel eddig nem következett be szárazföldi csapás az iszlám állam ellen, a terrorszervezet ezzel a tettével is csak még magabiztosabb lett. Nógrádi György szerint az uniónak Oroszországgal közösen kellene fellépni a fenyegetés ellen. Az elmúlt napokban az európai belügyminisztériumok közé tették jelentésüket, hogy hol milyen iszlám veszély van, de ezek belső bizalmas anyagok voltak. A sajtóban nem jelent meg, így nem jelent meg, hogy Belgiumban a bűncselekmények 70%-át muzulmánok követik el, nem jelent meg, hogy Németországban napi 500 bűncselekményt követnek el, nem jelent meg, hogy Franciaországban ez az arány 70%, nem jelent meg, hogy Svédországban 55 olyan város van, ahol a svéd már nem mehet be, mert szélsőséges iszlamisták áttették a vezetést.